A fesztivál utolsó napjaiban is nagyszerű előadásokat láthatott a nagy érdemű. Pénteken a Kamarában nagy sikerrel játszotta az Árcintér Terence McNally Ketten Egyedül című végjátékát. Frankie és Johnny kollégák egy étteremben. A munkahelyi flörtből egy szenvedélyes éjszaka lesz, ezzel pedig kezdetét veszi egy hajnalig tartó mulatságos beszélgetés. A pincérnőt Ulma Mónika, a szakácsot Makranci Zalán alakítja. Mindketten nagyon szeretik a kamara előadásokat. Én mind a kettőt nagyon szeretem, nekem segít. Szeretem a nézők közelségét, és szeretem, hogyha van egy partner, akinek a szemébe tudok nézni, és közösen lehet vele játszani. Nekem ez nagyon ideális, én ezt imádom. És ön mit gondol erről? Ez a legtökéletesebb helyzet, amikor van egy jó partner, van egy jó darab, és még nézők is szórakoznak, az már csak külön élmény. Az idén Trokán Péter színművész vezette a zsűrit, amelyben 3 nézővel dolgozott együtt. A szakember és a közönség véleménye szinte mindig egyezett. Én amikor színházba ülök, akkor én nagyon tudok néző lenni. Tehát azt nem lehet mondani, hogy most úgy nézem az előadást, hogy én vagyok a zsűri elnöke, és ráadásul egy profi színész, aki már több évtizedes múlttal rendelkezik, és rengeteg előadást néz. Nem. Abban a pillanatban, hogy az előadás jó, én elfelejtem azt, hogy én valahogy színpadon voltam, akkor én úgy tudok sírni, nevetni. Tehát ezért furcsa, hogy azt mondják, hogy van társadalmi zsűri, meg szakmai zsűri. Ebből a szempontból a színház az egyformán nézi mindenki, bármilyen címe van. A díjakat a művészeknek a Móri Zsigmond Színház igazgatója házhoz viszi majd. A legjobb nagyszínpadi előadás a Békés Csabai Jókai Színház Énekes Madár című népi játéka, a legjobb rendező Borgula András Gólem Színház, a legjobb férfi alakításért Király Dánielt, a legjobb női alakításért pedig Pokorniliát jutalmazta a zsűri. Az idei fesztivál életműdíjasa Lukács Sándor lett.